Hölgyeim és uraim, arra én nem vállalkozom, hogy az egész napos eszmecsere végén foglaljak össze, már csak azért sem, mert amikor ezt a megtisztelő felkérést megkaptam, akkor mondtam, hogy már úgy alakult a sorsom, hogy csak délután érek rá, úgyhogy csak egy részét hallottam a felszólalásoknak. Nem tudom, hogy a jelenlegi vezetői a televíziózásnak, a médiumoknak itt képviseltetik-e magukat, vagy sem. Nem tudom, hogy a délelőtti előadásban elhangzott-e valami. Ha nem, hát akkor elmondjuk a különböző panaszainkat, ahogy hallottam, és a különböző gondokat a jelennel kapcsolatban. De ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy az járt a fejembe az előbb, hogy volt egy ilyen anekdóta, hogy valamikor a II. Világháború végén a Sztalin hozott valami intézkedést az egyházak ellen, és akkor azt mondta neki valaki ott a politbüróból, hogy na de Sztalin elvtárs, hát ehhez a pápa azért nagyon rosszallani fogja. Mire a Sztalin azt kérdezte, hogy hány hadosztálya van a pápának? Na most én is kérdem, hány hadosztályunk van nekünk? Úgyhogy ez a mi beszélgetésünk, azt hiszem, azt lehetne mondani, hogy Farahány Borsó, de azért egyet hagyta, hogy hozzá egy fordítottját a történetnek, hogy a pápa köszöni, jól van, és hol van már a Sztalin. Úgyhogy azért érdemes ezeket a dolgokat valamilyen formában kell a jövőnek, meg a múltnak elmondani. Ugyanúgy, hogy egy ilyen rosszindulatú megjegyzés, a Széki János nagyon tartalmas előadását, azért azok a 60-tól 80-ig való televíziós műveket, játékokat a mai napig játsszák. És hol vannak azok a magyar filmek, amiket ők halálra dicsértek? Mert abban az időben is azért úgy volt, hogy a film az egy borzasztóan elegáns, favorizált műsor, mert Lenin elvtárs megmondta, hogy számunkra a legfontosabb a film. Ugye most a magyar filmgyártás a legnagyobb bajban van, és joggal, teljes joggal. Rengetegen teszik szóvá, hogy nincs film, mi lesz ebből. Zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor a 90-es években kiirtották a magyar televízió teljes szerkesztői karát, teljes rendezői karát, szétverték a díszlettervezőit, kiárusították a jelmezraktárát és a díszletraktárát, és megszüntettek minden létező fiction gyártást, én egy hangot nem hallottam. Mert a magyar sajtó nem erre van szocializálva. Sőt, a magyar társadalom, és mind a mai napig. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy én a televíziónál dolgozhattam, amikor az operánál voltam, akkor azt mondtam, hogy borzasztó, most egy ilyen arisztokratikus fehér helyen vagyok, de én eddig mindig néger helyen voltam, mert hát a televízió azért a filmgyártáshoz képest mindig egy néger dolog volt. A filmgyártásban másfél film után járt régen az Átkosba. A Balázs Béla díj televízióban életművek múltak el, amíg ezt valaki megkaphatta. De nem kell a múltba menni, a jelen időben az egyébként kitűnő Mundrucó Kornél kimegy Cannes-ba, vele megy egy teljes sajtóstáb, vele megy a minisztérium. Természetesen óriási nagy felhajtás van körülötte. A Monte Carlo-i televíziós fesztivál, ami legalább olyan rangú a maga mondján, ami 50 éves, arra nagy nehezen sikerült bejutatni a Balogh Zsoltnak egy filmjét, nemhogy nem kísérte senki, őt magát nem küldte ki a magyar televízió. Na ennyi a társadalmi helyzet, és ezt csak zárójelben mondtam el ahhoz, amit a Széki János mondott, biztos van abban igazság, egy tény, amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor a Magyar Televízió tanácstermébe öt darab vitrín roskadozott a nemzetközi díjaktól, közte a Katolikus TV-szervezet 12 díjától, ezek nem keleti díjak voltak, hanem nyugatiak. Hát annak az elégtételnek a jegyében, amit ő említett, az első dolog volt, hogy azt a öt vitrint onnan eltávolították, mielőtt elkezdődött volna a televízió széthordása. Na, most jövök én a mondandómnak a lényegéhez, a mához. A televízió tönkretétele ott történt, amikor azt is kiszervezték. A Széki János nagyon jól mondta, ezt én is tudom, hogy a cseh és a lengyel televízió egyaránt lényegesen nagyobb költségvetéssel és lényegesen nagyobb létszámmal dolgozik, mint a mai magyar televízió, és az célfotó és holtverseny,
hogy a szocialista kormányok vagy a jelenlegi kormány volt-e érdektelenebb minden iránt, ami műsor, mert mind a kettőt csak egy érdekelte és érdekli, hogy mi van a politikai műsorokban, és hogy hogy lehet spórolni. Ezen kívül semmi nem érdekelte egyiket se. Teljesen minden volt az, amit a lakosság, ahogy mondják az emberek, műsornak tekintenek. Tehát amiért odaülnek, az mi? Ez nem érdekelte. Csak az, ahogy az egyik szocialista politikus megfogalmazta, hogy több politikai műsor legyen, meg kell a felület. Továbbá, ahogy itt a szakszervezetek mondják, hogy hogyan lehet a létszámot csökkenteni, az egy másik kérdés, hogy ennek a kis lábszagú magyar szocializmusból átnőtt kapitalizmusnak az egyetlen fő-fő dolga mindig az embert elbocsájtani. Jaj, csak minél kevesebb ember legyen. Jaj, akkor munkaképes, ha kevés az ember. Én nekem erre mindig azt szoktam mondani, amikor, hogy én Japánban nagyon sokat jártam az operával, és mindig azt láttam, hogy minden szállodába és minden üzletházba 5-6 kislány csak így hajlong, ez a dolga. Csak hogy ne legyen munkanélküliség. Mert nem az a legfontosabb, hogy ne legyen ember, hanem az a legfontosabb, hogy ember ne legyen az utcán. De hát mi minden túllihegünk, legyen az nácizmus, vagy szocializmus, vagy kapitalizmus, tehát ez a fajta spóra, ez nálunk. Na most a televízión ez mindig csatát. Hallottatok valaha mást a televízióról, mint hogy hogyan kell csökkenteni a létszámot? Na most a létszámot tényleg kéne csökkenteni, csak visszatérve mondanom lényegéhez, a cseh és a lengyel televíziónak saját állománya van. Saját maga gyártja a műsorokat. Nem volt ez a kiszervezés, ami a korrupció melegágya. Tudnék az, hogy kívül gyártják, a megrendelő televízió azt jelenti, hogy különböző állami tisztviselők pénzt vesznek zsebbe el azért, hogy különböző producerektől megrendeljék a produkciókat. Ez a dolognak a lényeg, és ezt mindenki tudja. Abba a pillanat, plusz ehhez még hozzátartozik, hogy nincs igazi felelősség. Abban a pillanatban, hogyha a televíziónak van saját szerkesztője, saját rendezője, saját drámai főosztály, azt lehet szídni. De akkor van valaki, aki személyében vállalja azt, hogy ezt megrendelem, azt nem rendelem meg. Most ilyen nincs. Hogy mennyi ilyen piszkos alkú folyt az elmúlt évtizedet, arról legendák vannak. Ezt mindenki tudja, de erről senki nem beszél. Tehát mondjuk abban a feltételezésben, hogy egyszer még a pápának is lesznek tankjai, azt mondanám, hogy a magyar televíziózás megújításának lényege az, hogy vissza kell adni a televíziózásnak a méltóságát. A saját szerepét, a saját gyártói szerepét, azt a helyzetet, hogy saját munkatársa, és nem biztos, tényleg kell a létszámon változtatni, hogy ekkora nagy humánpolitikai osztály kell, hogy ekkora nagy jogi osztály kell, hogy ekkora nagy mindenféle kell, ami nem műsorgyártás, ez biztos, hogy nem kell. De hát, hogy mondjam, ezek az elbocsátások, ha visszanéztek a televízió történetében, mindig úgy zajlottak, hogy elbocsátották az operatőrt, a sminkest, a szerkesztőt és a rendezőt. Soha nem a humán politikai osztályt. Miért? A dolog nagyon egyszerű. Azt mondja P. Hovárd, hogy ha nem akarod, hogy a neved olvassák a névsorolvasásnál, akkor az a fontos, hogy te olvasd a névsort. A névsort a humánpolitikai osztály olvassa. És itt még valamire rátérnénk, ami azért, bocsánat, ezek csak széljegyzetek, hát, ami azért itt bizony, itt folyton csak arról van szó, hogy mik a politikai műsorok, mik a hírek, mi a politika. Holott a lakosságot, ha megszavazhatnám arról, hogy színész akar a képernyőn látám, vagy politológust, azt hiszem, az eredmény ismert. De a politológusnak egy nagyon fontos ereje van, ami még a szocializmusban is fontos, de a kapitalizmusban még fontosabb. Ezt úgy hívják, hogy nyomás gyakorló erő. Hát most ment tegnap előtt ez az Illatszer című nagyon ügyes televízió játék, ami természetesen még régen készült. És tele volt a dolog rendkívüli tanulságokkal és nagyszerű színészekkel. Hát hogy veheti fel nyomásgyakorlásban a versenyt az az öt kiváló színész, az az öt profi újságíró valaki bejáratos a hatalomhoz? Hol itt, hol ott?
teljesen mindegy. Hát természetes, hogy alul marad. Bizony, bizony, a régen azért ment a 80-as években, mert akkor voltak tankok, akkor is, mint mindig, voltak tankok a kulturális műsorok mögött, de igen, a rendszernek érdeke volt fölmutatni egy olyan arcát, hogy itt kultúrában készül tévézenés színházában 50, még egyszer mondom, 50 darab 10 év alatt. Eredeti opera, operet, és ezek a nemzetközi díjakon halálra nyeri magukat, és még a monopól helyzetből kifolyólag este 8-kor is lehetett sugározni, vasárnap. Hát persze, abban a pillanatban, ez egy, hogy mondjam, minden lecsupaszítva minden megélhetési kérdés. Hát a külpolitikai újságírónak, meg pláne a belpolitikai, az a megélhetési kérdés, hogy sok politika legyen. A színésznek az a megélhetési kérdés, hogy sok tévéjáték legyen. Tekintettel arra, hogy a tévé színésznek nincs nyomásgyakorlási lehetősége. Az újságírónak meg van, mert megírja 5, 6, 7, 8 helyen és elmondja itt is. Hát persze, hogy kimarad alul. A dolog teljesen logikus. Tehát megint kell egy olyan hatalom, amelyik fontosnak tartja azt, hogy van ebben az országban durván számolva 2-3 millió ember, aki kizárólag a televízió révén jut színházhoz, koncerthez, zenéhez, műveltséghez, és ennek igenis kiemelt fontossága van, még fontosabb, mint hogy a mindenkori kormányok, mindenkori koalíciós partnerei között hogyan folyik az alkotozás. Mert az is marhára érdekes, de nem biztos, hogy önmagába kitölti a nézőknek az érdeklődését. És még valami, a televízió két, a közszolgálati televízió két tévúton mehet. És az egyiket is próbálja, a másikat csak. Az egyik az, hogy nagyon érdekes, hogy a múltkor volt benne az operában egy ilyen nagyon csöcs tévé ment, és balettosok voltak, fiatalok, akikre mindig szokás hivatkozni. Ez egy olyan ország, ahol általában 50-től 80-ig hivatkoznak a fiatalokra, és mindig ők tudják, hogy mi. Ültök a fiatalok, ment egy tévéfilm, és azt mondja, az egyik megszól hangosan, azt mondja, te azt mondja, mert Csavardarrébb, ez egy olyan filmes izé. És tényleg olyan filmes izé volt, sötétre volt világítva, hogy gombot lehet rá valni, nagyon lassan beszéltek, majdnem ráhánytak a képernyőre, kellőképpen az egész úgy, ahogy egy Zogenante filmbe illik. Tovább csavart. Majd akkor a másik szólt meg, hogy te menj arrébb, mert ez meg egy olyan kereskedelmi izé. Persze, mindenki ordított, minden nagyon volt világítva, ment a tempó, az a bizonyos korszerűség, amiről itt az előbb szó volt. És hát középen vannak még ezek a ma is nagyon jól megismételt tévéjátékok, amelyekben sem nem szólnak annak a bizonyos 5000-nek, akit ezek a filmes izék meg céloznak, sem nem szólnak annak a bizonyos 2 milliónak, akit ezek a kereskedelmi izék meg céloznak, szolidan szólnak 4-500 ezernek. De annak a 4-500 ezernek, aki leül a televízió elé, és aki néző, és aki nem csak bekapcsolva tartja a készülékét. Hát az lenne fontos, hogy a televízió hol olyan kereskedelmi izéket akar csinálni, hol meg, hogy kipipálja, hogy ő azért ilyen filmes izéket, és hát igazán egyik se útja egy közszolgálati televíziónak, aminek normális viszonyok között nagyon-nagyon nagy szerepe lehetne és kéne, hogy legyen még ma is Magyarországon. Köszönöm szépen.